Üdvözlök mindenkit, elérkeztünk a francia-lengyel mérkőzéshez, ahol ugyebár mindkettő csapat meglepetésre 3 ponttal érkezik erre a meccsre. Úgyhogy izgalmas dolgok várhatóak ettől a mérkőzéstől is. A hollandok Ausztriát fogják fogadni ez a meccs után. És ugye a hollandoknak 6 pontjuk van. Ausztriának meg jelenleg nulla. Turam, majd Dembélénél a labda, mindenféleképpen, hogyha ugye a franciák nyernének, akkor mindenféleképpen ugye tovább jutnának, de hogyha véletlenül a lengyelek nyernének, akkor ugye ők is tovább jutnak, és akkor hirtelen a franciák találnák magukat ott a harmadik helyen, hogy várnák ugye a többi csapatnak az eredményeit. Ugye a mai nap elméletileg, most hogy így kilépünk a szerepből, a kommentátori szerepből, 6 darab, vagy nem, 4 darab mérkőzés lesz egyszerre. Vagy hát kettő egyszerre, meg megint kettő egyszerre, 6-kor, meg 9-kor. De mivel a csoportkörök után lesz 2 nap szünet, ezért nem fogok feltölteni 4 videót egy nap, hanem 2-t. Szóval amikor 2 szünet van a való életben is, akkor lesz felrakva a holnapi mérkőzések. Úgyhogy úgy lesz majd. De már Kivior a labdával találja meg Frankowski helyett Piatrovskit. Sliss Tchouameni veszi el, Dembélénél a labda már. Turam, hát itt is amúgy sok mindenki egyértelműen a franciákat várta, hogy nyerjenek, és ott is van az első gól. Dembélé passzából Rabiot szerzi meg a 18. percbe a franciák első gólját. Szóval ezt akartam pont mondani, hogy a franciák az esélyesebbek ezen a mérkőzésen, de ugye láttunk már sok meglepetést az EB-n. Főleg, hogyha visszanézitek a többi meccset, mint például az előző csoportban, hogy kijutott tovább az első helyen. Vagy ugye az A csoportban is, hogy ki lett az első. Érdekes. Nagyon idáig a mi kis saját EB-nk. De már Theo Hernández jön, Griezmann-t indítja. Griezmann után már Turamnál a labda, ő rávezetheti a kapura, vagy a védőkre, inkább lepasszolja Rabiotnak. Tchouameni, majd megint Turam, nagyon nagy csel, Dembélé előtt van még a lehetőség, vissza Turamnak, és Szczęsny véd óriásit. Szczęsny hárítja Turam lövését, jöhetnek a franciák a szöglettel. Dembélé, nem tudják elvenni tőle, Mbappétől visszakapja, nagy csel, passz, minden, Rabiot, kivágják a lengyelek. Szóval Rabiotnak is ez már azt hiszem, hogy a második vagy a harmadik gólja volt ezen az idei 2024-es EB-n. Úgyhogy nagyot megy a francia középpályás. Sliss kapja a szélen, Zalewski és Majdan véd hatalmasat a fiatal lengyel lövése után. Frankowski jöhet a szöglette, kicsibe oldják meg. Zielinski próbál bekanyarodni, Sliss vissza Zielinskinek, vissza majd Bednarek, Piotrowski, Kivior, és becsúszva szerelnek a franciák, de visszakerül Sviderskihez, Piotrowski, Griezmann veszi el, Dembélé jöhet a támadással már, Griezmann találja meg majd Turam a labdával, és indítja Koundé a szélen, Koundé jön, és elveszi a lengyel szélsővédő. Zalewski fut a szélen. Zalewski nagyon gyors, nem tudják megállítani jelenleg. Konaté jön ki rá, és nagyon rossz passz. El is veszi Konaté. Griezmann 5 perc maradt, vagy 4 az első félidőből. Franciák jelenleg maga biztosan vezetnek. És lehet itt van a következő gól is. 43. perc, 2-0 a franciáknak. Turam góljával 2-0-ra vezetnek a franciák a lengyelek ellen. Sliss a középkezdés után. Lewandowskiék valószínűleg, hogyha esetleg Ausztria nem veri meg Hollandiát,
akkor valószínűleg, hogy a lengyelek maradni fognak a harmadik helyen, és onnan fogják várni, hogy mi lesz a harmadik helyzetekkel, ugyebár Tio Hernández elveszi, és valószínűleg, hogy itt lesz vége az első félidőnek, amit ugye 2-0-ra megnyernek a franciák. Ha szeretnéd látni a többi meccset is, vagy a már a kieséses szakaszt, mindenféleképpen iratkozz fel a csatornára, lájkold ezt a videót, és nézzük is, hogy hát egy előre láthatólag azt mondanám, hogy a lengyeleknek nem sok esélye maradt, hogy visszahozzák ezt a meccset, de láttunk már meglepetéseket, úgyhogy sose lehet tudni, főleg, hogy mindjárt a francia válogatott kap egy piros lapot. Rabiot. Vagy esetleg lehet, hogy a franciák rúgnak még egy-kettőt. Griezmann nagy passz Turamnak, és Csesnyi véd óriásít. És Mbappé meg is kapja a sárgát, még amúgy azt tudom mondani, hogy még örülhet annak, hogy nem pirosat kapott. Azután a veszélyes becsúszás után Dembélé. Dembélé Griezmannnak passzolja vissza szöglet után, Griezmann húzogat, Griezmanntól nem tudják elvenni a labdát. Rabiot vissza, de Mbappénak, Mbappé és Rabiot passzolgat, majd Tio Hernándeztől elveszik a labdát. Frankowski. Frankowski megy a szélen, és Frankowskit nem tudják megállítani, most jön Tio Hernándezre. Frankowski egyedül próbálja megoldani, középen jön Lewandowski, meg a többiek is. Tio Hernández elveszi, és bedobásra jött Lengyelország. Ott van Sviderski, majd Frankowskinak vissza. Ott lehet a helyzet, ott lehet a lehetőség, akár egy kapura lövés, de blokkolja Tchouameni. Upamecano, majd Koundé, kihozzák a franciák, Griezmann. De egyszerre hárman jönnek az egy francia játékosra, de szabálytalanul veszik el a labdát. Szliszejére Szymański a lengyeleknél közben. Egy kis csere, egy kis frissítés az egyik oldalon. Griezmann majd Rabiot, rossz indítás, Bednarek, de egy rossz kirúgás is volt, egy rossz felszabadítás, Griezmann Csesnyi véd óriásít. És Thuram helyére is jön, valószínűleg Giroud? Igen. Giroud érkezik Thuram helyére. Ugye gólszerző, lecseréli a francia edző. És már Griezmann a szöglet után Dembélé, Upamecano elveszi a lengyel játékos Kivior. Kivior másik oldalon van jelenleg. Zielinski. Zielinski jött a szélen. Majd Frankowski kapja, Lewandowski, ott a lehetőség a szépítés, és ott is van a szépítés. 20 perce marad a lengyel válogatottnak, hogy esetleg akár még ki is egyenlítsen. Lewandowski szépít a 70. percben. Itt megjönnek az esélyek, a remény a lengyel válogatottnak akár egy pontot elhozni, annak is nagyon örülnének. Már mondjuk valószínűleg, hogy akkor is a harmadik helyen maradnának a lengyelek, de azzal bebiztosítanák valószínűleg a harmadik helyen való továbbjutásukat. Még, hogyha Ausztria legyőzné Hollandiát, akkor ugyebár Ausztria mindenféleképpen kiesne, ha most itt a lengyelek kiegyenlítenének. Bednarek kapja vissza a labdát, Tchouameni elveszi, Griezmann, Rabiot, Upamecano, majd Griezmann, és az indítás után Mbappé jöhet a szélen. Mbappét nagyon nehéz lesz megállítani, de ott van a védő, és ott a blokk. Sviderski ez a szélen. Visszapasszolja inkább a lengyel védőnek. Majd kapja vissza Sviderski. Akár még egy utolsó lehetőség itt a játék a meccs végén. Sviderski, Rabiot veszi el. Hát lehet, hogy a lengyel válogatottnak nem lesz több esélye a góllövésre, és lehet, hogy 3 ponttal kell várnia a következő meccsek. Ez Csesnyi véd óriási Giroud lövése után, és mindkét oldalon frissítenek a csapatok. Konaté helyére jön Pavard,
Dembélé. Szimánszki is beállt közbe. Griezmann, Mbappé, Tchouaméni, Rabiot helyett ott van a duplázási esély, de elkerüli a labda a kaput. Így egy perc hosszabbítás után valószínűleg itt lesz a vége a mérkőzésnek. Kivior, és lefújja a bíró a meccset. Tehát Franciaország jelenleg 6 pontos. Még Lengyelország marad 3 ponttal. Innen fogjuk folytatni a Holland-Ausztria mérkőzéssel, hogy azt a meccset is szeretnéd látni, mindenféleképpen iratkozz fel a csatornára, dobj egy lájkot erre a videóra, találkozunk legközelebb. Sziasztok!